Jó reggelt kívánok azoknak, akik most ébredtek, vagy most csatlakoznak hozzánk a Start után. Ez már a Start Plus, és ahogy arról valószínűleg már értesültek, hiszen a beharangozók is mennek már egy ideje a csatornán. Februártól Krizsó Szilvi kolléganőmnek indul új műsora az ATV-n, csütörtök esténként. Szervusz, Krizsó! Jó reggelt, szia! És ugye ez csak az ATV-n új ez a műsor, ezt fontos elmondani, mert egyébként színházi showként már megy egy ideje, eredetileg a Radnóti színpadon, és most már a Centrál Színházban. Igen, gyakorlatilag 4 évig voltam a Radnóti Színháznál, és aztán átköltöztem a Centrál Színházba, és a Centrál Színházbeli talk show-m, ami azóta október óta megy egyébként, annak kapcsán kerestetek meg ti, legalábbis az ATV vezetése, hogy ők szeretnék ezt megmutatni az ATV nézőinek is. Tehát ez egy működő színházi talk show, aminek a felvételei február 2-től csütörtök estétől itt hetente majd láthatóak lesznek. Jó kis nyelvtörőnek tűnik a címe, hogy leírva, hogy is kell mondani? Ugye a nevemet, tehát Krizsó. Csak hát belecsempésztem a show-t a nevembe. Az az igazság, hogy én bennem úgy évek óta motoszkált, hogy szeretnék egy önálló talk show-t, és akkor azt gondoltam, hogy magában a nevemben benne rejlik ez a lehetőség, hogy Krizsó, és akkor gyakorlatilag ez így most megvalósult. Egy színházi talk show az egyébként mennyiben más egy televíziós talk show-nál, és hogyha más, akkor hogy lehet ezt visszaültetni tévébe, úgyhogy közben maradt színházban is? Úgyhogy a közönség jelenléte az egy hihetetlen plusz erőt ad, tehát van egy nagyon intim környezet, ahol a színpadon én beszélgetek az aktuális vendéggel, de oda-vissza kommunikálunk a közönséggel is, van egy ilyen lélegzés együtt, tehát nagyon érdekes dolog, hogy nekem kialakult egy nagyon erős kemény mag, akik minden talk show-on ott voltak az elmúlt 4 évben is, és követtek a Centrál Színházba, és valahogy egyikük fogalmazta meg ezeknek az állandó nézőknek az egyike, hogy azt szereti ebben, hogy egyszerűen kialakult egy közösség, és valahogy úgy érzi, mintha otthon lenne. És a színháznak ez az ereje szerintem, egyébként ezt most már megvágtuk az egyik, a legelsőt, az Alföldi Robis adást, és visszajön az az érzés, amit a színházi közönség is érez, hogy együtt lélegzünk, de nyilván azért, aki ott van a színházban, az kap egy pluszt, mert hiszen egy 50 perces adásban nem tudom ugyanazt belerakni, ami a színpadon mondjuk 1 óra 20 perc alatt megtörténik, bár igyekszem mindenből ízelítőt adni, tehát én nem csak beszélgetek, hanem nagyon fontosnak tartom, hogy a humor mindenképpen szerepel végig. Tehát nagyon sokat piszkálódok a vendégeimmel, ők erre hála Istennek vevők, és van egy ilyen kölcsönös oda-vissza piszkálódás, játszunk, tehát megpróbálok mindig olyan játékokat kitalálni, ami hozzájuk passzol, amin keresztül meg lehet mutatni a személyiségüknek egy másik oldalát. Vannak jelenetek, tehát filmes betéteket találunk ki, vagy az aktuális vendég életéhez kapcsolódóan, vagy elkezdünk asszociálni, hogy... Vetítettek jeleneteket, vagy eljátszottok jeleneteket? Vetítünk is jeleneteket, és el is játszunk. Na most az eljátszunk, tehát ez a királyi többes, ez nem engem életet, én nem játszom el a jeleneteket, hanem színészek játsszák el. És van egy állandó szlemmerünk, akit becsempésztem ebbe a műsorba. Nálunk a vendég bemutat az szlemmelés formájában történik, és mindig valami verses formában, mindig aktualizálva mutatunk be valami érdekes momentumot az életéből. És mondtad az előbb, hogy szoktál beszélgetni az állandó nézőkkel, ez azt jelenti, hogy ott maradtok egy kicsit előadás után, de hát akkor így még húzódik az este, azok, akik rendszeresen járnak, meg van ilyen, tehát most mindig kiszoktam menni utána a nézőtérre, és akkor megbeszéljük az aznap esti programot, és aztán a Facebookon is kialakult egy közösség, akivel rendszeresen, mert van olyan barátnőm tulajdonképpen, aki elkezdett járni a Libikókába, és azóta összebarátkoztunk, de a beszélgetést igazán úgy értem, hogy miközben zajlik a színpadi beszélgetés, aközben kiszólunk a nézőkhöz, kérjük a véleményüket, ők válaszolnak, reagálnak, a vendégem reagál a közönség reakcióira, tehát tényleg olyan, mint egy ilyen élő szövet, folyamatosan változik. És szerintem az előbb arra utaltam, hogy mesélték neked azok, akik rendszeresen járnak. Igen, igen, ezek szerint abszolút, azért itt utána az emberek megismerik egymást, téged. De tényleg nagyon érdekes, tehát én ezt imádom benne, hogy olyan, mint egy kis klub. És tényleg azt érzem, hogy jó ennek a klubnak a részesévé válni, vagy a tagjává válni, mert hogy ott a vendégek is már a büfében, a szünetben, vagy utána megosztják egymással az élményeket, tehát egy nagyon izgalmas dolog. És az is izgalmas akkor, hogy ebből mennyi jön át majd a tévéképernyőn, ahol azért ez a hangulat, hogy ott dumálunk a büfében, nem lesz meg. A büfés hangulat nem lesz meg, viszont az Alföldi és Robiból, de már a Sebestyén Balázs adással is nagyjából megvagyunk, ott látom, hogy meg tudom ebből mutatni. Tehát, hogy nagyon izgalmas,
hogy nem biztos, hogy mindent lehet hallani, amit a nézőtérről valamelyik néző oda kiabál kedvesen a vendégnek, viszont a reakciójából vissza lehet következtetni arra, hogy mi történt, és ez ad egy nagyon izgalmas dinamikát, én ezt nagyon bírom. Mutattál az előbb arra, hogy a Libikókkal, ugye ez volt a címe a show-nak, amikor még a Radnóti Színházban ment. Mi a különbség a Libikóka és a Krizsó között? A Libikókkal tulajdonképpen fekete függöny előtt ültünk fotelekben és beszélgettünk. Volt egy állandó partnerem, Darvas Feri zongora, művész, zenész, aki ott ült egyébként az ottani szintetizátoron és dalbetéteket adott elő, de ott is voltak egyébként jelenetek, de azt gondolom, hogy sokkal inkább színházba való formátum volt. A Krizsót azt már kifejezettem, mert engem még a Radnót is műsor alapján keresett meg az ANTV vezetése, a Krizsó formátumot már kifejezetten úgy találtuk ki, hogy ez képernyőn is megéljen, tehát azok a játékok, amiket belerakunk, vagy éppen azok a jelenetek, amiket hozzáforgatunk, azok mind úgy készülnek, hogy izgalmassá tegyük a tévénézők számára is ezt az egészet. Ja, annak idején a Libikókában te időnként megcsillogtattad olyan oldalaidat is, amit a tévénéző képernyőről nem ismerhettek, mondjuk énekeltél például, ez neked nem volt újdonság, hiszen fiatalok korod óta énekelsz, csak nem erről ismert az ország. Ez marad a Krizsóban? Nem igazán énekelek, de mondjuk például Paja Beával csúlyogattunk egy rövidet. Úgy voltam vele, hogy én csak akkor szeretek valamit csinálni, ha ez nem tűnik öncélúnak. És ha valaki azt gondolja, hogy én azért énekelek, mert hogy az előadó művészeti pálya felé kacsingatok, akkor én azt nem szeretném, hogy ez bárkiben felvetődjön. Azt én egy kedves gegnek szántam, és tényleg annak a színházi közönségnek, akik ott voltak. A tévében meghagyom az éneklést azoknak, akik ehhez értenek, és tényleg szakavatottan tudják megszólaltatni a hangokat, úgyhogy itt inkább a kérdezés technikára koncentrálok. Ugye azért beszéltél az előbb múlt időben, hogy mi történt Paja Beával, mert ezt az adást már felvettétek körülbelül. Mennyivel jár a színházi show a tévés előtt? Hát úgy van, hogy mi októberben indultunk, tehát októberben kezdtük el az elsőt, és ugye február 2-án kerül az első adás tulajdonképpen a képernyőre, tehát nagyjából 3 hónap, persze az idő előre haladtával szűkülni fog a felvett beszélgetés és a képernyőre kerülés közötti idő, tehát mondjuk a márciusi beszélgetés az már meg fog jelenni április végén vagy májusban, de az elsőnél mindenképpen van egy ilyen 3 hónapos különbség. És kik lesznek a vendégek? Kik azok, akikkel már beszélgettél valójában, a Centrál Színházban, és kiket terveztek még? Alföldi Robi volt, Paja Bea, beszélgettem Sebestyén Balázssal, Eszenyi Enikővel, Fischer Ivánnal, arra nagyon büszke vagyok, hogy csütörtökön leszállt a géppel egy turnéállomásról, szombathajnalban továbbment, de pénteken még befutott hozzám, hogy részt vehessen a talkshow-on, de volt nálam Majka, ezen a héten vasárnap például, tehát még most, hogyha van valakinek kedve eljönni, meg tudja nézni Kovács Patriciát és Nyári Krisztiánt, annyit elárulhatok, hogy nagyon helyes kis filmeket készítettünk, illetve izgalmas meglepetés vendégeket hívtunk hozzájuk. Aztán februárban például Mautner Zsófi és Rudolf Peti lesz a vendégem. Március 3-ára meghívtam Pokorniliát, Nárai Tamást. Márciusban pont a tévés műsor miatt lesz még egy. Oda még keresem a vendégeket, hogy kik lennének erre jók, és aztán áprilisban is már van neve Miklós Erika meg Scherer Péter, tehát azt gondolom, hogy olyan embereket hívok, akikre én nagyon felnézek, és akikről azt gondolom, hogy nem csak, hogy letettek valamit az asztalra, hanem ezt nagyon jól át tudják adni, mert azért ennek a show-nak az is nyilvánvalóan a lényege, hogy olyan vendégeim legyenek, akik szórakoztatóan tudják mindazt elmondani, ami velük történik. Azt jól láttam, hogy Fischer Iván és Majka például együtt voltak vendégek? Ezeket a párosításokat hogy? Nem tudom, így kellett föl reggel. Tehát, hogy valahogy megálmodom, hogy szerintem milyen jó lenne, hogyha egy este Fischer Iván és Majka ott lenne. A tévénézők persze külön esténként, tehát külön alkalommal fogják ezt élvezni, hiszen egy héten csak egy beszélgetés megy lenálatok majd az ATV-n, de akik ott vannak, azoknak azt gondolom, hogy ezek a párosítások még valami pluszt hoznak bele, mert azért tényleg ugye a palettán elég messze áll egymástól Fischer Iván és Majka, miközben én egyébként mindkettő teljesítményétől le vagyok nyűgözve, a maguk területén szerintem nagyon nagyot alkotnak. És akkor az is érdekes lehet ott a színházban, hogy mindkettőjük közönsége ott van, tehát az, aki Majkáért rajong, az végighallgatja a Fischer Ivános beszélgetést is, és fordítva. Ez nagyon érdekes különben, mert nagyon sokszor szembesültem azzal a visszajelzések alapján, hogy emberekről konkrétan megváltozott a színházi közönség véleménye, volt valamilyen előítélet velük kapcsolatban,
és eszükbe nem jutott volna elmenni megnézni őt, ha éppen a másik vendég nem az lett volna, aki. És miután megnézték a beszélgetést, attól megváltozott egész egyszerűen arról a véleményük, akik, mondom, aki miatt nem mentek volna oda, úgyhogy én például ezt kifejezetten nagyon szeretem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor februártól csütörtökönként ezt önök is megnézhetik. Köszönöm.